A reggeli személy pedig ma Zahár Gábor, toxikológus, mentőorvos. Azon gondolkodtam, hogy a hallgatók örülhetnek annak, hogy megúszták itt a futásról folytatott eszmecserénket, amit itt az elmúlt pár percben tettünk. Két futóbolond itt, ugye mindig megtalálja a közös témát. Jó reggelt! Igen, tehát, hogy miért jó a futni, miért fölösleges a futás, és hogy miért rossz, és hogy a futásban tényleg csak az a jó, amikor abba hagyja az ember. Összekedvéért, a hallgató kedvéért mondom el, hogy Zahár Gábor talán nem sokan tudják róla, hogy futó, de volt néhány évvel ezelőtt egy olyan night run, amikor én is ott voltam egy versenyen, meg ön is, és akkor ugye éjszakai futás volt, talán a Barker Bazártól indultunk, föl kellett mennünk a várba. Egy kicsit ott élhetetlenkedni, nem lehetett jól integetni futni. Viktornak, igen. És aztán ki egészen a római part végéig, talán ott volt a fordító, 42 kilométer, meg volt 24 kilométeres sáv, de hát erről nem fogunk beszélni, hiszen a hallgatókat... Nem... De ezek tök jók, ezek az éjszakai futások, azt gondolom, ha bár ugye kicsit afiziológiás, mert az ember azért nem este általában tőlem fél tízkor megy el futni, és akkor mondjuk hajnali egyik futogat, hanem mondjuk vagy vannak ugye a reggeli futók, hát most is ugye tök üres volt a város, úgyhogy nagyon hamar ide értem, úgyhogy üldögéltem egy kicsit itt a ligetbe, és azt kérdezem, hogy nagyon sokan futottak. Én mondjuk inkább ilyen délután esti futó vagyok, mert reggel még az ízületeim nem nagyon bírják, de az éjszakai futás, hát ezért például, amikor az Ultra Balatont is ugye lefutottuk, idén is, meg tavaly is ott voltunk, és azért, amikor az ember mondjuk hajnali háromkor elkezd futni a Balaton partján, szóval akkor azért az összes sejtje tiltakozik ez ellen, de maga a buli, azt gondolom, az, ami pótolhatatlan ebből a szempontból. És próbáltam is invitálni, hogy hamarosan lesz a Suhany nevű futóverseny, a Suhany az a fogyatékkal élők edzőtermének fenntartására gyűjt pénzt, tehát egy ilyen jótékonysági futóverseny, és az általában 6 órás szokott lenni. Korábban mindig éjfélkor indult, és egy szigetmonostornál kellett előre-hátra futni 2-2 kilométer. Most a Margit szigeten lesz a körözés, és most nem éjfélkor indul a 6 órás verseny, hanem azt hiszem, hogy 11 órakor, de Zahár doktor aznap egy másik futóversenyen vesz részt. Igen, itt lesz ugye... Az mi az? Aznap van a maratonfutás, ugye itt az atlétikai VB-n. A verseny. Reggel 7 órakor indul, és amikor lemennek a profik, hát gondolom ők olyan 9:30-ra már mindenki be fog érni, akkor 11 órakor ráengedik a pályára az amatőröket. Igaz, nem maratonit, csak egy 10 kilométeres kört, ami indul a Hősök teréről, Andrássy út, József Attila utca, akkor át a Lánchídon, Alagút, megkerüljük ugye a Várkertet, vagy Várt, ugye a Várkert bazár, és ugyanez vissza, és azt gondolom ez egy élmény, mert azért a városban ritkán adatik meg ilyen lehetőség, hogy így átlessen tulajdonképpen futni a városon, mert elég gyakran ugye azok a városi futóversenyek, azok mondjuk a rakpart oda-vissza című történet, ami és jó. És még azért is megy a nyifnyaf, hogy az autósok tiltakoznak, és ezt nagyon szoktam bírni, amikor ül az autóba, és akkor ott zabálja a hamburgert, és akkor ott morog, hogy most neki itt várni kell, és akkor ott látom magával a 130 kilójával, de jó eséllyel egy pár nap múlva meg találkozom vele a sürgősségi osztályon. Az a baj, hogy igazából fogyni csak futással lehet, szerintem. Nagyon sokan mást mondanak. Én azt gondolom, hogy az életmód azért a sokat jelent, mert ha az ember mondjuk futás után hazamegy, és mondjuk megeszik 2 tál pacalt, mondjuk 1,5 kiló kenyérrel, meg savanyúsággal, akkor nem biztos. Nem láttam még olyan futót. Abszolút, hát a futó az nem ezt csinálja, de úgy gondolom, hogy igazán az életmódváltozás az, ami, és nekem is volt az életemben egy olyan periódus, amikor fölhíztam 100 kilóra. Tényleg? Én abszolút, hát abban nem volt időm, ugye, akkor hát jó pár évvel ezelőtt, 21 évvel ezelőtt volt, ugye akkor, ugye hát beosztottként ugye az ember nem a saját idejével gazdálkodott, hanem ahogy a főnökei beosztották, és tényleg nem, és dolgoztam ugye a kórházba, dolgoztam mellett a mentőszolgálatnál, és tényleg nem volt időm, és hát ugye hízik az ember, és ugye nem úgy hízok, hogy egyik nap még mit tudom én 88 kiló vagyok, másnap 100, hanem ugye picit megy föl, és akkor gatyát egyel kiebb, jaj, most már nem megy föl a nadrág, de nem, úgy is kellett újat venni, stb. És elértem a 100 kilót, és ugye a gyermek anyja az lefotózott a Zuhanyba, hogy álltam. Na most a Zuhanyba azért nem úgy szoktunk állni, hogy ilyen büszkén nézzünk a jövőbe, hanem úgy elengedjük magunkat, és ez még nem lett volna gond, hanem ezt a képet ő fölrakta a számítógépre, mert háttérképként. Úgyhogy bekapcsolom a gépet, mondom, ki ez az amőba? Na, az voltam én. És akkor azt mondtam, na jó, itt a vége, fuss el véle, életmódváltás, racionálisabb étkezés, vissza a mozgás, és azt kell, hogy mondjam, hogy azóta is tartom. Amíg nem látja az ember
ezzel még nem látja az ember magát a háttérképen a monitoron, addig úgy van vele, hogy hát jó, 95-98 súrolom, de hát mindenki azt mondja, kicsit hogy... Kicsit behúzom a hasam, meg azt mondja, így állok, igen, meg úgy állok. Hogy a férfi 100 kiló alatt csak karácsonyfa dísz, egy ideig ezzel nyugtatja magát az ember, és aztán amikor a Perfetto Burgess rám se jött már föl, én is voltam egyébként 95, akkor azt gondoltam, hogy egy dagadt pank az gáz, és akkor elkezdtem. Igen, és akkor ilyenkor tényleg az ember változtasson, és akkor racionálisabban étkezzen, kevesebb csokoládé, több mozgás, rendszeres mozgás beépíteni a dologban, mert ez csak így tud valójában működni. Ráadásul ugye, ha már itt tartunk, hogy az elhízás az Magyarországon ugye népbetegség, és ugye a negyedik legelhízottabb nemzet vagyunk, és ha megnézzük mondjuk itt a rizikófaktorokat a különböző betegségben, azért az elhízás ott az első három között van. És ez mondjuk megjelenik, hiszen Magyarországon 1 millió cukorbeteg van. Ugye a Covid-nál ezt ugye tapasztaltuk szintén úgy, hogy az elhízás az egyik legnagyobb rizikófaktor volt ugye a súlyos covidosoknál, ugye a nem túlélés vonatkozásában, ugye a keringési rendszer betegsége és egy csomó mindent, ízületi megbetegedések, sőt most már a daganatos betegségben is egy 3 évvel ezelőtti kanadai vizsgálattól 40 ezer elhízottat, ami azért egy elég jelentős merítés vizsgáltak, és arra megállapításra jutottak, hogy férfiaknál 30-nőknél 20%-kal magasabb a daganatos betegség kialakulásának a valószínűséggel az elhízottaknál, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez Magyarországon ott van, hiszen nézzük meg a daganatos halálozást, elsők vagyunk benne tulajdonképpen az Unióba. Simonyi Balázs a közelmúltban a Telexnek nyilatkozott, és szóba került az, hogy szokta látni Szijjártó Pétert futni, nyilván is találkozott már vele a futóversenyen, meglehetősen jó eredménnyel fut. Meg hát ő focizott is, ugye, amíg az érte. Futszálozott, hát azért van a külügyminisztérium tele futszálosokkal, meg Szijjártó összes haverja, vagy a labdarúgótárs az jó pozícióban van, és az derült ki az interjúból, hogy Gulyás Gergely is szokott időnként futni, de hát... A kormányinfo előtt. Abszolút mértékig kitisztítja egy kicsit a buksiját, hiszen azt gondolom, a futás az tényleg nem csak arról szól, hogy fizikai, hanem azért az mentálisan is egyfajta meditáció valójában, és megmondom őszintén, nekem is futás közben sok egész jó ötletem támadt már, amit persze most már hazaérek, föl kell írni, ugye, mert az ember elfelejti, de én addigra elfelejtem, mire felírnám. De jó dolgok, mert ugye akkor tényleg akkor az ember beáll egy ritmusra, az követi, úgy nagyon jól át tud kapcsolni az agya egy teljesen más üzemmódban, és akkor úgy elengedi a külvilágot, elengedi a problémákat, és akkor tulajdonképpen nem koncentrál másra, és ez szerintem hihetetlen jó mentálisan is, nem csak fizikálisan. De ha ennyire rosszak a daganatos betegség adatai Magyarországnak, akkor miért nem indít a... Tehát az én fiatalkoromban vagy gyerekkoromban folyamatosan mindig traktáltak mindenféle információkkal, hogy hogyan legyek egészséges, mit fogyasszak, igyak tejet naponta, mert 3 pohár tej... Igen, az iskola tej program. 3 pohár fej, tiszta fej, de mondjuk elhízás ellen miért nem indít a kormány egy programot, vagy van, csak én nem veszem észre, vagy rossz helyen látom, vagy nem olvasom. Én elég sok népegészségű programot átéltem már, amióta ugye az egészségügyben dolgozom, de igazándiból még úgy egyik se hozta be azokat az eredményeket, ami várható. De úgy gondolom, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, hogy mit értenénk mondjuk valódi közszolgálatiság alatt. Szóval nem azt, amit látunk ugye itt az óriás plakátokban, a bomba, meg a háború pártiak, meg Magyarország 97%-a, stb. Hanem láttak már önök olyan óriás plakátot, amire mondjuk az van kiírva, hogy voltál méhnyakrák szűrésen? Voltál emlőrák szűrésen? Vastagbélrák szűrésen? Prostatarák szűrésen? Vagy egy tök egyszerű dolgot mondjak, mostál fogat? Hiszen Magyarországon évente 2 tubus fogkrém és 0,7 fogkefe jut per fő per év. És ha belegondolunk, mondjuk egy fogkefét az ember becsületesen használ mondjuk 2-3 hónapig, igen, utána ezzel még nagyon jól lehet például fugát tisztítani, meg ilyen mozgófejű fogkefével benyúlni olyan helyekre, takarítani, de igazándiból szájápolása már nem alkalmas. Szóval nagyon-nagyon siralmas a magyar lakosság egészségügyi állapota, és azt gondolom, ez lenne a valódi közszolgálatiság, mert ha 25-ször beleszaladsz egy ilyen óriás plakátba, akkor eszedbe jutna az, hogy akkor igen, kérek egy időpontot méhnyakrák szűrésre, és lehet, ha ma megkérem, akkor azt mondja, hogy október 17. Nem gond, de megvan az időpont. De valamiért azt gondolják az emberek, hogy az drága, fizetni kell érte, nem, sokat kell sorbálnom. Nem kell sorbálni, hát ez a lényeg a történetnek, hogy most ez nem arról szól, hogy nekem akkor most holnap el kell mennem, hanem megvan az időpontom október 17-én, elmegyek október 17-én, megtörténik a vizsgát, és rögtön megkérem a következő időpontot,
pont, ami mondjuk egy év múlva lesz, de már ott van beírva a naptáramba. És ugyanezt mondhattam emlőrák, és így tovább, és így tovább. És hiszen ezeknél a betegségeknél, ha ez kellő időben kiszűrik, akkor gyakorlatilag ezek nagyon-nagyon jó hatásfokkal gyógyíthatók. És miért kell Magyarországon évente legalább 500 nőnek meghalni a méhnyakrákba? Amikor ugyanezt megnézzük 1 millió lakosra vonatkoztatva, Svédország, Finnország, a 10%-a az pontosan ezek miatt, mert ez a fajta közszolgálatiság, azt gondolom, Magyarországon alapvetően hiányzik. Plusz még akkor, ha már a nőkről beszéltünk, akkor ott van a férfiaknál a prostatarák. Hát abszolút. Hát hogyne, hát ott is azért laborvizsgálatokkal meg lehet nézni, vagy a vastagbérák, ugye egy egyszerű székletvizsgálat, hogyha az pozitív ugye vérre, akkor kell tovább lépni, hogy ezt valójában mi okozza, egy aranyér, esetleg egy belső aranyér, vagy esetenként mondjuk már egy olyan daganat, amelyikből valami kis vérszivárog, ami még a kellő időben kiszűrik, az kiszerelve, akár utána még bizonyos terápiákkal, gyakorlatilag akár 100%-os túlélések is elérhetőek. Említette, hogy számos népegészségügyi programban vett részt, amelyek nem... Na nem vettem részt, bocsánat, csak benne voltam, mint orvos, jó, ugye, jó, benne hallottunk volt, róla. De hogy amely nem váltotta be az ígéreteket, lehet, hogy miért máshol beváltja? Tehát, hogy az a kérdés, hogy mit várunk tőle, tehát mikor mutatható ki az, hogy ez hatásos volt? Hát ha megnézzük például, és akkor maradjunk tényleg itt a rákszűréseknél, hogy miért van az, hogy mondjuk Svédországban a méhnyakrák szűrések a női lakosság 85-86%-ában jelen vannak. Azért, mert ott foglalkoznak ezzel. Nem tudom, hogy ott van-e ilyen óriás plakát, megmondom őszintén, de valamiért ott elmennek az emberek. És hogyha mondjuk a postaládádban tényleg megjelennének ilyen információk, hiszen ma már ugye kormányablaka mindenkinek van, és tök jó, hogy nekem is megjött, hogy hó, figyelj öreg, október 8-án lejár a jogsít, tessék elmenni, házi orvos, stb. De hogyha ilyenek is jönnének a kormányablakon keresztül, mert azt gondolom ma már mindent tudnak rólunk, hát mióta ott vagyunk fönt az online világban, az mit akarunk vásárolni, mit szoktunk enni, milyen filmeket nézzünk, és így tovább, és így tovább. Szóval azt gondolom, ezek olyan dolgok lennének, ami ma már technikailag abszolút nem kivitelezhetetlen dolog, és gyakorlatilag ez nem is kerül nagyon sok pénzbe, mint mondjuk egy óriás plakát, amire azért hát elszór ma Magyarország kormánya jó néhány milliárdot akár, úgyhogy valójában ennek semmi értelme nincsen. És ráadásul minden mobiltelefonban most már különféle alkalmazások vannak, tehát az ember pontosan tudná figyelni a saját testének reakcióit, tehát, hogy megtette naponta 10 000 lépést. Ja igen, és ezeket milyen volt az alvása, tehát... Hát, sőt, azt is, hogy mennyit töltött a mobiltelefonjával. Szerintem ez lenne az egyik legfontosabb, mert ez egy tök jó tükör, mert itt azért olyan számok jönnének ki, olyan 5-6-7 órák, amiben persze nem feltétlenül ez mind felesleges, mert valamit beszélgetéssel tölt az ember, esetenként olyan dolgokat néz meg, ami fontos lehet, de mennyi az, amikor az ember elkezd kalandozni mondjuk az online világba, és akkor egyik lapról átmegy a másikra, a harmadikra, és akkor ránéz az órán, és azt mondja, a franc egyemek, hát már másfél óra eltelt, és mit csináltam? Semmit. Az ég a világon, csak értesültem arról, hogy ezek válnak, ezek nem válnak, ezek itt nyaralnak, ennek olyan jachtja van, mit tudom én, szóval mindenféle ilyen butaságról. És ha már az appoknál tartottunk, ugye nekem is a telefonom kiírja, hogy melyik alkalmazást, vagy melyik appot néztem legtöbbet. Igen. Nem dicsekednék vele, mert sajnos nem a futó app a leginkább használ, bár nagyon sokat használ, de hogy van egy Safety First nevű app, amelyet azt hiszem, hogy már alkalmaztak idén a Sound Fesztiválon. Igen, igen. Az mi is pontosan? Alapvetően ez a program, ez még a Covid előtt indult, ugye, ami alapvetően arról szól, hogy a biztonságos fesztiválozásról szóljon. Hiszen ugye belegondolunk, ugye itt az átlag magyar felnőttbe, és most a felnőtt alatt mondjuk akár úgy nagyjából az én korosztályomat értem, ugye azt mondják, hogy fesztivál, hát akkor gyakorlatilag ez egy fertő. Szóval ott mit csinálnak az emberek? Isznak, szívnak és kefélnek. Gyakorlatilag erről szól. Ez jó, hát időnként valaki zenél is, és abszolút nem erről szól a történet. Szóval én mindig szoktam mondani, hogy igenis, kedves szülők, tessenek szíves lenni elmenni, megnézni egy ilyen fesztivált. Biztos, ha megnézi az ember a line-upokat, akkor talál szerintem mindenki magának persze olyat, ami esetenként érdekelhetné. Most persze, még Korda Györgyön, hát tavaly megőrültek érte a Sziget Fesztiválon. Alapvetően, de hát idén is ugye, hát azért akár a Szigeten, akár ami majd most lesz ugye a Strandfesztiválon, ahol
lehet, hagyd legyen ez itt a reklámhelye, ott Kadarkai Endrével lesz nekem egy élő podcast beszélgetésem, ugye, aki lent van, szívesen látjuk őket szombaton. Klubrádió műsorvezetője. Igen, délután 3 órakor, úgyhogy Endrével zseniálisan jókat tudunk beszélgetni, és már itt is egy másik stúdióba már beszélgettünk, én nagyon szeretem és nagyon tisztelem, és szerintem az egyik legjobb beszélgető partnerem volt itt az elmúlt években, akivel így kommunikáltunk, szóval szombaton 15 órakor lesz lent a Strandfesztiválon, ugye ez 26-án, úgyhogy aki lent lesz, azt örömmel látjuk egy másfél órás kis vidám beszélgetésre. Na de visszatérve... Mindig csak vidámkodni zárójelbe zárva. De beszéljünk szomorú dolgokról. Igen, de visszatérve erre az egész dologra, szóval ez alapvetően szóljon arról ez a történet, hogy merjük magunkat jól érezni. És persze ebben a jó érzésben beletartozhat az alkoholfogyasztás is, mert én úgy gondolom, hogy azt mondani, hogy majd, ha betöltötted fél a 18-at, és így tovább. Most attól, ha megiszik az a gyerek két sört, vagy két fröccsöt, tehát nem fog a világ összedőlni, csak a harmadiknál kezdődnek valójában a problémák. Ugyanakkor azért egy fesztiválon, azért számtalan egyéb más dolog is fölmerülhet. A safety first nem csak az egészségügyről szól, hanem szólhat esetenként arról, hogy most vajon, hogyha a zenekar behívja engem a backstage-be, mert éppen olyan kis csili-vili ruhácska alig van rajtam, akkor bemenjek-e? Ne menjél be például. És ez ügyben ott ugye voltak jelen pultok, ahol oda lehetett menni, mert hát ez időnként rosszul is el tud valójában sülni. Vagy például olyanról is szólt a safety first, hogy merre találom például a X színpadot, meg az Y színpadot. De arról is szólt például a safety first, hogy mondjuk ne fogadj el senkitől tablettát, port, stb. Szóval ez próbál egy kicsit arról szólni, hogy igen, menj le a fesztiválra, mert magad jól érezni, hiszen nem azért mész le, hogy mondjuk reggel, mondjuk az egészségügyi sátorban ébredj föl, és akkor lemaradtál arról a 3 koncertről, ami miatt éppen le akartál valójában menni. Szóval én azt gondolom, hogy ezek az ilyen jellegű programok, ezek tök jók. Mi van akkor a safety first-tel, ha elhagytam a telefonomat? Hát alapvetően akkor oda megyek, és akkor ott tudok, de itt voltak ugye már ilyen chatboxok is, amin kérdezni is lehetett, és akkor jöttek a válaszok. És ugye azért ne felejtsük el, hogy ott viszonylag egy kis terület, már relatíve kis területen, ugye egy fesztivál területén belül. Ugye ott van biztonsági szolgálat, ott vannak a helperek, ugye az egészségügyi segítők, ott voltak ugye a safety first-ösök, ugye a soundon, és ott voltak még ugye a mentőszolgálat munkatársa is. Magyarán szólva szerintem sokkal-sokkal biztonságosabb valakinek mondjuk egy ilyen zárt területen mondjuk szórakozni, mint mondjuk Budapest bármelyik szórakozó helyén. Amikor azt mondta, hogy a 18 éven aluli gyerek az, tehát hogy fölösleges a tiltás, hogy ne igyon meg egy sört, mert azzal nincs baj, a két sörrel még talán, de a harmadiknál már lehet baj. Ez jelentheti azt is, hogy az a törekvés, ami most hál' Istennek úgy tűnik, hogy dugába dől, vagy hambába hol, tehát hogy nem szűnik meg a zéró tolerancia az autós alkoholfogyasztással kapcsolatban? Én azt gondolom, a kettőnek ugye alapvetően nincsen egymáshoz valójában köze. Az alkoholfogyasztásnál én azért nem azt mondom, hogy bárkit erre biztatnék, mert szó nincs erről, szóval ilyen soha nem hangzott el a számból, de pontosan akár saját magamból kiindulva, hiszen bármicsoda, én is voltam 16 meg 17 éves, és mi is jártunk annak idején bulizni, és mi is fogyasztottunk természetesen alkoholt, és igazándiból az ember betartott egy keretrendszert, akkor ebből soha semmiféle baj nem volt. Jó, vannak időnként keretsértések, meg szerintem ezen úgy nagyjából mindenki keresztül szokott esni, és nekem is magam, ugye volt egy 15 éves koromban két osztálytársam vitt haza elég egy gyámbászott állapotban, és tök érdekes volt, hogy én másnap reggel édesanyámtól 2 mondatot kaptam összesen. Nem arról szólt, hogy na akkor most fiam, 1 hónapig ez nincs, 2 hónapig ez nincs, 3 hónapig az nincs. Az a 2 mondat volt, ugye tudod fiam, hogy ez nem volt rendben, de szerintem ismerni fogod a kereteidet. És pontosan ugyanezt mondtam el annak idején a fiamnak, amikor hasonló cipőbe keveredett ő is 15 éves korában, és soha egyikünknek se volt semmiféle problémája valójában az alkohollal, és nem a tiltás, meg nem a szigor, hanem a kommunikáció lehet itt valójában fontos. De visszatérve ugye erre a nulltoleranciára. A nulltolerancia szerintem azért jó, mert nem kell számolni. Mert attól a pillanattól kezdve, ha én elmegyek egy buliba, és ott megiszok, mit tudom én, 2 sört. Egy sör, nem sör. Akkor ugye van egy alkoholfelszívódás, eléri a csúcspontot, és utána van egy lebomlás, ami egy sokkal laposabb, ugye, mint a felszívódási görbe.
Ugye az igazságügyi szakértői gyakorlatban úgy számolunk, hogyha mondjuk valakivel történik valami, leveszik a vért, és akkor kiderül, mit tudom én, hogy 1000 volt, de a cselekmény és a mintavétel között eltelt mondjuk 3 óra, akkor ugye óránként 0,15 csökken a véralkohol szintünk. Ez egy átlag. Ugye ez nagyon-nagyon sok vizsgálat alapján, ez egy meghatározott szakértői alap, ami annyit jelent, hogyha nekem akkor 1000 volt, akkor visszaszámolva a cselekmény időpontjában 3 órával vissza, az 1,45 volt a véralkohol szintem, ami ilyen és ilyen minősítést jelent ugye jogilag alkoholfogyasztás szempontjából. De ez egy átlag. Mert mi van akkor? És ez ugye egyénben is különbözhet, már úgy értem, hogy lehet, hogy egyszer tudok mondjuk 0,25-öt lebontani, de egyszer csak 0,7-et. Magyarán szóval nem tudok ettem valójában. Rá, vagy ittam rá? Például az is sokat számít, milyen alkoholt fogyasztottam, szénsavasat, milyen állapotban van a gyomrom, mert éppen, hogyha van egy gyomornyálkártya gyulladásom valami miatt, akkor sokkal intenzívebb lesz a felszívódás. És egy csomó mindent tudja ezt befolyásolni, ami annyit jelent, hogy azt mondom, hogy oké, megittam 2 sört, ez nagyjából jelent mondjuk olyan 0,6, akkor nagyjából mondjuk 3,5 óra múlva már autóba ülhetek, ugye, mert 0,2 alatt nem számolunk már ittassággal, hogyha mondjuk ez jön ki egy véralkoholmérés kapcsán, úgyhogy akkor az gyakorlatilag nullának számít. De mi van akkor, ha én lassabban bontok, és mondjuk ez nem 0,17, hanem 0,25. Akkor már is itt a bibi, és akkor már is eljárás, és itt tovább, és itt tovább. De ha nem iszom, akkor nem kell számolni. Ha megiszom, akkor meg ne menjek autóval, vagy üljek be egy taxiba, sofőrszolgált, stb. Persze ezt lehet valahogy úgy is egy picit kikerülni, hogy az emberek mondjuk tartanának a zsebükbe légalkoholmérő készüléket. És ma már egy ilyen légalkoholmérő készülék mondjuk, hát a 3-4 ezer forintos még nem, de mondjuk egy ilyen 15 000 forintos légalkoholmérő készülék az relatíve egy jó, amit esetleg az ember mielőtt vagy eljön a buliból, megáll az autója mellett, megfújja, megnézi, és azt mondja, oké, akkor nem megyek autóval. Című történet. Lehet, hogy ilyeneket kéne beépíteni a modern autókban? Még talán ezt sem tartanám kizártnak, vagy talán az is elképzelhető, hogy mondjuk, ha ez úgy népszerűen elterjedne, akkor a Mészáros és Mészáros Kft. Elkezdene a tételbe ilyeneket mondjuk Magyarországon terjeszteni, mert hát ez is egy megélhetési alapot jelentene számukra. Láttam egy videót, amelyet az ön Facebook oldalán jelent meg, egy ilyen promó videó a Sziget Fesztivál előtt, amikor végigment az egészségügyi sátron. Itt vannak a segítőink, ott bájos fiatal lánykák küldögéltek, itt vannak az orvosok, akik majd segítenek. Aztán odaértek egy terembe, ahol ilyen 1,5 méter magasan fekete fóliával be volt vonva a terem, mert hogy az a detoxid. Igen, igen, hát sajnos ilyenre szükség van, de azt kell, hogy mondjam, hogy az idei Sziget Fesztiválon a naponta talán olyan 25-28 volt a legtöbb, amilyen ittassal találkoztunk. És az előző... az alkohol? A Szigeten? Hát rettenetes módon. Nagyon, 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 de hát ugye ezt a rutin fesztiválozó már ugye kinti fogyasztással elintézi, szóval, hogy már eleve úgy jön be, hogy nem volt éppen a összességében szomjas, de hát itt voltak mindenféle trükkök, itt régebben voltak ki, mit tudom én, július közepén bement, elásta a dolgait, elrejtette, szóval ilyen trükkök valójában voltak. De azt kell, hogy mondjam, hogy az idei Sziget Fesztiválon azért sokkal kevesebb beteg, most ebben nem csak az ittasok, hanem a feltörte a lábam, eltört a bokámtól kezdve találkoztunk. Talán 2 olyan súlyos eset volt összességében, ami mondjuk egy vétlen baleset volt, amikor a bungee jumping gumikötelének a fémvége valakinek belecsapódott a szemébe. A másik pedig mondjuk ezek a katalánok, ugye, akik ezt az ember gúlát csinálják, ezek ugye ott másznak egymásra ilyen 4 emelet magasságban, és rögtön az első nap, az első gúla építésen ugye összedőlt a gúla, és a legtetejéről 7 méter magasból leesett egy kis fiú, akinek bekerült, megnéztük, megvizsgáltuk, bekerült kórházba, de hál' Istennek egy 24 órás megfigyelés követően el tudták őt valójában engedni. De olyan nagyon súlyos, hát persze olyan volt, hogy ugrabugrált, és akkor a bokája, mit tudom én, maga alá fordult, volt egy-két bokatörés, térdsérülés, nagyon sok volt például, mondjuk a föltörte a cipő, ez a bibliológia, ugye, amikor van egy vízhólyag, meg ilyesmi dolgok. Néhány lázas beteget szűrtünk ki összességében, de azt kell, hogy mondjam, hogy az idei Sziget Fesztivál ehhez képest békésebb volt, mint mondjuk az előző évek. Lehet azt mondani, hogy változott a fiatalok szerhasználat
szerhasználati szokása, nem csak, hogy szerhasználati szokása, tehát nem arra gondolok, hogy valamit kiváltott valamivel, tehát, hogy most nem alkoholt iszik, hanem speedezik, és most nem speedezik, hanem füvezik, és most éppen nem füvezik, hanem extazizik, vagy most nem extazizik, és nem hernyúzik, hanem egy kicsit iszik, hanem inkább az, hogy ezt, és ezt nem tudom, azért kérdezem, hogy a részegséggel meg a megváltozott tudatállapottal kapcsolatban, mint hogyha azt érezném, hogy kevesebbet isznak, szívnak részegek a fiatalok. Azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen valószínűleg jobban vigyáznak egymásra. Szóval, ha már mondjuk ott tart, hogy mondjuk olyan zűrzavaros állapotba kerül ugye a szoftverje, akkor lehet, hogy mondjuk két haverja mondjuk berak egy taxiba, hazaviszi, és így tovább. Szóval én ugye mentőzöm, és szoktam időnként hétvégén is kocsizni, és mondjuk a péntek-szombati napokon azért egy 5-10 évvel ezelőtt rendszeresen itt a belvárosi szórakozóhelyek környékén folyamatosan jártak ki a mentőautók, de ez most azért valójában ritkább, egy kicsit jobban odafigyelnek erre valójában az emberek. Habár azt gondolom legtöbb probléma itt a külföldiekkel van mind a mai napig, hiszen azért ha... Ők azért jönnek ide, hogy berúgjanak. Hát persze, hát most belegondol az ember abba, hogy a Szent István körúton ott van olyan kocsma, ott mondjuk 500 forintért lehet kapni egy korsósört. Na most az 1,1 angol font. Most 1,1 angol fonttal bemegyek Angliába egy átlagos kocsmába, és azt mondom, hogy szeretnék sört kérni, akkor lehet, hogy kapok egy másfél únyit. Még semmit. Hát ugye ott kezdődik, hogy 3 font nagyjából, és akkor 4-5-6, ugye attól függ, hogy milyen minőségű ugye ez a serital. Úgyhogy nekik ez tök olcsó mind a mai napig ide eljönni. Megszállnak egy ilyen youth hostelbe, 6-8-an egy szobába, akkor itt lehet duhajkodni, odaszarni a Szent István körútra, szétszemetelni, és így tovább, és így tovább. A magyarokkal ebből a szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy kevesebb a probléma. És nagyon érdekes visszatérve egy kicsit ugye a szigetre, hogy például a szerhasználat szempontjából idén az ausztrálok és az új-zélandiak vitték el a pálmát. Elég sokan jöttek Ausztráliából és Új-Zélandból. Hát ugye valószínűleg nem csak a fesztiválra jönnek, hanem eljönnek Európában. Egy európai körútra, és akkor itt vannak egy hónapot és néhány fesztivált járnak. De azt kell, hogy mondjam, hogy abba a beneilonozott helységbe kerülteknek körülbelül a 40%-a Ausztráliából és Új-Zélandból érkezett. De ilyenkor túladagolás van. Is, de jóval inkább ugye itt az alkohol, meg azért mellé volt egy-két ketaminos, volt egy-két extázis, néhány kokainos, aki ott valójában előfordul, de azt kell, hogy mondjam, hogy kevesebben voltak összességében, mint ahogy az elmúlt években, ahogy találkoztunk velük. Most nem tudom, hogy saját magamat cáfolom, vagy saját magamnak adok igazat, hogy azért az is érzékelhető, miközben azt gondolom, hogy a fiatalok számára nem vonzó a részegség, tehát részegember nem néz ki jól. Hogy azért az alkoholgyártók ezt talán érzékelik is, és nyilván nem véletlenül van az, hogy ízesített sörök, nem keserű söröket, tehát hogy a fiatalokat célozzák meg különféle alkohol termékekkel. Igen, az alkoholt azt reklámozzák, és azért ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen ha mondjuk megnézzük, hogy az alkoholizmus, az alkoholbetegség az egy mekkora gond ma Magyarországon, és ugye nagyon jó pofák ezek az alkoholról szóló reklámok, mert ezek nem azt mondják, hogy igyál meg egy rekesz sört, fiam, szó nincs erről, hanem életérzéseket Igen. mutatnak be. És ez a veszélyes ebben, hát ott van egyik ilyen kedvenc reklám, hogy ott vagyunk egy budapesti belvárosi tetőtéri nagy teraszos lakásnak a tetőterén, balra a Citadella, erre a vár, arra látom a tulajdonképpen egész Budapest ott van, és jól érezzük magunkat, együtt vagyunk, fiatalok vagyunk, tök jó, ez életérzést mutat. És pontosan ez az egészbe valójában a csábító, mert, és persze oda van írva alul ilyen 8-as betűvel, hogy ugye ne igyál, meg alkoholpróbléma, ilyen számot hívjál fel, olyan számot, stb. De az életérzések azok mindig veszélyesek. Persze, hogyha belegondolunk abba, akkor hány magyar embernek van budapesti belvárosi nagyteraszos tetőtéri lakása, ahonnan gyakorlatilag az egész város ott van az óra előtt. Szóval viszonylag kevésnek. És ezért volt számomra tök érdekes, amikor itt az egyik kereskedelmi tévécsatornában, amikor ez az egész alkohol meg nulltolerancia előjött, akkor egy észak-balatoni borász ott nyilatkozott, hogy hát tök jó lenne, hogy el lehessen menni, meg vacsorázni, meg meginni egy pohár bort, stb. Ja, igen, az ATV-n láttam, azt hiszem, ott készült. Én az RTL-t láttam, és ott ez a borász folyamatosan azt mondta, hogy 5000-lék, hát ezen tökre kiakadtam, az 5000-lékes véralkoholszint, abban vele lehet halni. Ráadásul ugye a két műsorvezető sem mondta,
az, hogy hoppá-hoppá, ez itt gond, mert nem ennyi, hanem 0,5 ezrelék lenne, azért az nagyon nagy különbség. És alapvetően ez azért gáz, mert ha már beülök oda, és beszélek erről, legalább az adatokat tudjam. A másik, ami meg számomra elég érdekes volt, hogy igen, hát emberek hát elmennek vacsorázni férjükkel, feleségükkel, barátaikkal, miért ne ijassanak meg egy pohár bort? Oké, menjünk ki a nagykörútra, és a 100 velünk szembe jövőtől kérdezzük meg, mikor volt utoljára vacsorázni a férjével, feleségével, barátaival. Én azt gondolom, hogy talán 90 azt fogja mondani, hogy gyakorlatilag az elmúlt 10 évben egyáltalán nem. És persze van egy réteg, amelyik elmegy, természetesen, de egy olyan országból a társadalmi olló ennyire szélesedik, ahol ennyire többen élnek, ugye, a szegénységi küszöb alatt tulajdonképpen, ott azt gondolom, hogy ez nem lehet egy indok arra, hogy ha én elmegyek este vacsorázni a feleségemmel, hagyj igyak már meg egy pohár bort, és utána hagyj üljek be az autómba, mert ez amúgy tökre normális lenne, de most nem Magyarországnak, igen, azt gondolom, ez a legnagyobb problémája. Hogy most ez akkor... alsó hangon is 20 rapi egy ilyen vacsora. Hát körülbelül. Hát és akkor az még lehet, hogy a török. Ja, akkor még lehet, hogy a töröknél volt. És akkor nyilván arra gondol, hogy Magyarország egyrészt gazdasági helyzet, másrészt alkoholizmus, mint népbetegség, mert ugye akkor jönnek a borászok azzal, hogy jó napot kívánok, Olaszországban nem hoznak ki az asztalodra a pincérek, ezért, hanem automatikusan kihozza a ház borát. Ott van egy fél liter borát. Így van, és akkor azt ketten megisznek, és semmi baj nincs van. De valószínűleg Magyarországon kikérnek a következő üveggel is, meg a következővel is. Szóval pontosan ez a keretrendszernek a nem ismerése az, ami valójában veszélyes, mert tényleg jól esik egy vacsora után szerintem meginni egy pohárbort, és ettől tényleg nem fog a világ olajában összedőlni. De ha ezt tényleg be tudnánk tartani, akkor ez tényleg működhetne. De hát igen, tehát én is azt gondolom, hogy nem. Alkoholizmussal kapcsolatban érdemes lenne kampányt indítani, vagy ugye már beszéltünk, hogy elhízással kapcsolatban érdemes lenne, tüdőrákszűréssel kapcsolatban. Rákszűréssel kapcsolatban, igen. Én magam is vettem részt drogfogyasztás elleni kampányban, vagy drogfogyasztás veszélyességére felhívó kampányokban, de hát semmi hasznát nem láttuk ezeket. Ez érdekes különben, hogy itt is azért mit változott tulajdonképpen a világ, mert emlékszem, hogy kb. 20 évvel ezelőtt a Nagytétényi Művelődési Házban hívtak egy kiállítás megnyitóra, mint a rendőrség rendezett, ugye kábítószerrel kapcsolatban. Beléptem egy ilyen lesötétített terembe, ahol rögtön oda volt téve egy koporsó. Meg mellette egy csomó kép, ugye autóból félig kilógó fiatal, aki kisodródott, kábítószer, stb. Elszólt az elrettentésről. Ez abszolút nem működik. Ahhoz képest, hogy a rendőrség is döntő módon átalakult, hiszen most már megvolt a második bűnmegelőzési expo, ugye itt Magyarországon, ami miről szól? Pontosan a megelőzésről, és elindult egy kampány, ugye, amit a rendőrség is csinál, a szer, ami megváltoztat címmel. És én tökre büszke vagyok arra, hogy ez az én mondatom, mert ugye ezek a szerek, és ugye jelenleg azért azt kell tudni, hogy az Európai Drogmonitorozási Központ kb. 900 szert monitoroz. Ami mondjuk egy olyan 30 évvel ezelőtt mondjuk ennek a 10%-a volt nagyjából. De ez a szintetikus drogok megjelenése miatt van? Ebben mindenben benne. Ebben a klasszikus szerektől kezdve a legújabb designer szerekig tulajdonképpen minden benne van. És valójában ugye a rendőrség is változtatott, és ők is azt mondták, hogy nem az a cél, hogy azt a gyereket a zsebébe talált zöldszínű növényi törmelékkel, amiben nem biztos, hogy THC van, ugye a marihuana pszichoaktív hatóanyaga, hanem valamilyen újfajta szintetikus kannabinoid. Azt, hogy bezárják 2 évre Kustenvárában nehéz vas, hanem arról szóljon a történet, hogy ne használt, hogy menjünk elébe a történetnek, hogy felvilágosítsuk őket, mert napjaink kábítószer használata, az tulajdonképpen olyan, mint az orosz rulett. Nem tudom, mi van benne, hányféle szer van benne, milyen hatása lesz ennek, milyen mennyiségben van benne, és ettől a pillanattól kezdve a legjobb megoldás erre az a baromi egyszerű hárombetűs magyar szó, amit úgy hívunk, hogy nem. Na most ezt kell eljuttatni valójában a fiatalokhoz. És amikor valaki bekínál egy tablettát 2500 forintért, és azt mondja, hogy te ez ilyen, hát én több mint 20 éve vagyok igazsági szakértő, és nem egy olyan esetet szakértettem, ahol azt mondja, hogy ezt eladták neki amfetaminnak. És kiderült, hogy baromira nem az volt benne, volt benne egy kicsi, de amellett még 3 egyéb szer volt benne, ami aztán tökéletesen teljesen más jellegű hatással bírt. Szóval napjaink szerhasználata orosz rulett. Nem tudom, hogy mikor csattan üresen a fegyver, és mikor jön ki belőle a golyó. És pontosan emiatt ez a fránya nulltolerancia az, ami ebből a szempontból a nem mondás tudománya az egyedüli, ami meg tud védeni attól, hogy valami baj legyen. Mert ebből tényleg lehet baj. Jó, Nyugat-Európában rendes partikon azért már ott vannak a bevizsgáló szobák, tehát amikor az ember megérkezik egy zenés-táncos rendezvényre, akkor megmondják neki azt, hogy beszedjed, vagy ne szedjed.
Hát ez azért nem ennyire egyszerű, mert azért egy ilyen bevizsgáló szoba, azért, hogyha belegondolunk, hogy ebben mondjuk milyen műszerezettség kellene, aha, hogyha valójában azt akarnám, hogy ez be legyen vizsgálva, akkor kellene hozzá egy gázkromatográf, kellene hozzá olyan ember, aki ezt tudja használni, mondjuk egy vegyészmérnök, akinek van egy gázkromatográfiai szakmérnöki végzettsége, vagy egy gyógyszerész, aha, és alapvetően a vizsgálat az pénzbe kerül. Hiszen azt pontosan látom én is, ugye, amikor az NSZKK, ugye a Nemzeti Szakértő és Kutató Központba bekerül egy anyag, akkor ők ezt bevizsgálják, és ennek van egy vizsgálati díja, ami nem 1500 forint, hanem mondjuk 150 ezer forintba kerül. És ezzel persze ez biztonságosá teheti, de azt gondolom, hogy ez egy luxus. Nem sokkal olcsóbb azt mondani, hogy nem. Mint vásárolni mondjuk a X szórakozó helynek egy gázkromatográfot teljes eszközzel, biztosítani hozzá egy asszisztens, biztosítani hozzá egy szakmérnököt, aki megcsinálja ezt az egész vizsgálatot, hát ez eléggé utópista történet. Szóval én nem hiszek ezekbe a bevizsgáló szobákba, mert nem. Ez pontosan olyan, mint amikor látjuk az amerikai filmekben, amikor ugye fölvágja az acsit, ez jó cucc, hát holdan rossz ebből tudná, mert ha az mondjuk egy 50%-os kokain van benne, és a maradék 50% az mondjuk porcukor, akkor azt fogja érezni, hogy édes. Lehet, hogy egy picit el fog zsibbadni utána a nyelve, de nem fogja tudni megmondani, hogy pontosan mi van benne. Szóval ez ilyen parasztvakítás, ezek az ilyen fantasztikus jelentek, amikor a szakértő ott megmondja egy nyalatból, hogy ez micsoda. Igazságügyi szakértőként érzékeli azt, hogy kevesebb dologgal találják meg, tehát hogy a rendőrök, amikor kipakoltatják velem a zsebemet a Barostéren, akkor ha látnak benne egy átlátszó zacskót, mondom, jó napot kívánok, a vitaminokat tartom benne, mert amikor tehát én nem akarom, hogy a zsebemben elolvadjon, akkor nem feltételezi egy ilyen gyors, záros zacskóról, hogy én biztos drogoztam, és... Ez egy érdekes dolog, mert hogy körülbelül 40 millió kábítószer használat történik Magyarországon évente, és nagyjából a rendőrségi esetek száma az nagyon ritkán szokta meghaladni a 8,5 ezret évente. Aha. És azért itt az arányokat nézzük, az a 40 millió és a 8,5, szóval mennyi az esélye annak, hogy valaki lebukik? Hát baromi kicsi, nagyon-nagyon-nagyon kicsi ebben a történetben. Szóval igazándiból nem érzünk változást, mert a standard esetszámok ennyien vannak nagyjából. Ugyanakkor azért a laboratóriumi kapacitás az meg egy véges dolog, hiszen amikor az NSZKK megkapja ugye akár a vérmintát, vizeletmintát, vagy a Semmelweis Egyetem igazságügyi orvostani intézet toxikológiai laborja, akkor szinte rutinból már küldik vissza ugye az e-mailt, ugye határidő hosszabbításra, mert nem fogják tudni 30 napon belül megnézni, mert hát azért ezek a mérések, ezek nem arról szól, hogy beleöntöm, mint ugye ezért volt, ugye, amikor a Vészhelyzet című sorozat ugye megjelent Magyarországon, ott mit látunk, behozták a súlyos sérültet, és egy perc múlva már minden adatot tudtunk róla, már röntgene meg volt, és ugye az emberek azt gondolják, hogy ez így működik, hát abszolút nem így működik. Mint a előkészítés, mérés, leolvasás, utána dokumentáció elkészítése, szóval azért ez időbe telik, és a feladatok meg ott vannak, amiket ugye valójában végre kell hajtani. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy nem változott nagyjából a rendőrségi esetek száma Magyarországon évente. Ja, mert emlékszem, volt egy Gábriel nevű rendőrtiszt, még a 80-as évben kábítószer osztályon dolgozott, ő azt csinálta, hogy amikor tudta, hogy hol laknak a junkik Pesten, gyakorlatilag kopogás nélkül bement a lakásba, fogta a mágteát, kijöntötte a WC-be, aztán vélátás, csau. Aztán ennyi, én is láttam, én is találkoztam olyan rendőrrel, aki mondjuk odament, és akkor kicsit furcsa szagú cigarettát szívtak egy gyerek, azt mondja, gyerekek, adjátok ide, és akkor szépen eltaposta, összegyűjtötte egy zacskóba, elvitt, és azt mondja, na most akkor menjetek haza. Nyugodtan elvihette volna, és megpisíltethette volna, és csinálhatott volna belőle ügyet. De azt gondolom, alapvetően nem ez a cél. És ez nem azt jelenti, hogy mondjuk, aki behoz Magyarországra mondjuk másfél kilót, 10 kilót, ja, stb. Ott most volt valami hihetetlen sok tonnás lefoglalások. És azért a magyar törvényekben azért benne van, hogy mondjuk egy ilyen mennyiségnél ugye életfogyt, ugye akár valós életfogytot is kaphat valaki, mint hogy erre van is Magyarországon tulajdonképpen példa. De magánál a használóknál, hogy tényleg őket börtönbe zárják, ez alapvetően azt gondolom, hogy nem cél. De talán a rendőröknek ki kellene finoman szó takarodniuk a kábítószer megelőzésből, tehát nem gondolom azt, hogy rendőröknek kéne az iskolákban. Ez érdekes dolog, mert amikor ugye
annó még volt, ugye itt volt egy ellenszerprogram, meg volt egy másik is, amikor ugye a rendőr odament egy ilyen kábítószer táskával, egy alumínium koffer, amiből ott volt ugye a műanyag tabletta, meg a műtéjátszának semmi értelme nem volt. De amikor mondjuk tényleg úgy megy oda, hogy beszélgessünk, és nem úgy megy, hogy jó napot kívánok, XY főtörzászlós vagyok, stb. Úgy nem működik, de úgy, hogyha beszélgessünk, akkor ez alapvetően ez tud működni. Mert a gyerekek kíváncsiak, a gyerekek érdeklődőek, és tök jó lehet ezzel a korosztályon erről kommunikálni. Engem szoktak meghívni iskolákba, ahol mondjuk 4-6-800 gyerek előtt lehet tulajdonképpen beszélni, és azért utána azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan oda jönnek és kérdeznek, és tök jó dolgokat kérdeznek, szóval nem hülyeségeket kérdeznek, hanem látszik, hogy őket ezért, hát miért ne érdekelni, hát az ő korosztályuknak tulajdonképpen az életéhez, nem azt mondom, hogy hozzátartozik, de ott van vala az életében, mert a haverja kipróbálta, ezt csinálta, azt csinálta, amazt csinálta, és ez szerintem baromi fontos, hogy erről merjünk tulajdonképpen beszélgetni, és kendőzetlenül, és merjük elismerni azt, hogy igenis ez jelen van az életünkben, és el kell azt sajnos fogadni, hogy az jelen is lesz az életünkben. Szóval az, amikor az előző kábítószer stratégiát kiirdették, akkor ugye az akkori államtitkár, aki ezt kiirdette, akkor én még jó fiú voltam, és ugye ott ültem mellette, amikor ugye ezt ismertették, ezt az egészet, hogy azt mondta, hogy szeretnék elérni azt, hogy mire lejár a stratégia, azért a Magyarország kábítószermentes ország legyen. Hát ez egy nagyon szép mondat, de akkor már pontosan lehetett tudni, hogy az a tábla, amire az lesz kiírva, hogy tiszta udvar, rendes ház, drogmentes ország, soha nem fog elkészülni, mert mindig lesz olyan, aki rossz döntést hoz, és így tovább, és így tovább. Tényleg az lehet a célunk, hogy egyre többen merjenek jó döntéseket hozni. Egyetértene azzal, hogy energiaitalokat csak dohányboltban lehessen kapni? Alapvetően én azt gondolom, hogy nem. Ugye ez megint csak ugye ez a Ficsaknak volt az ötlete, és erre ők nagyon, nagyon rápörögtek ezen a megbeszélésen. Én is ott voltam, aha, ugye ott a belügyminisztériumban. Én azt gondolom, hogy itt a történet miről szól. Látunk mondjuk egy 15 éves fiatalt kezében egy energiaitalos dobozzal az utcán, akkor azt mondjuk, hogy ennyi fiam, miért csinálod ezt? Nem mondjuk azt. De nagyon sokan azt mondják. Aha. Ugyanakkor ez a fiatal ott ül a kávézónak a teraszán, és iszik mondjuk egy lattét, egy kapucsinot, vagy bármit, mondunk rá egy rossz szót? Nem. Pontosan ugyanolyan mennyiségű koffeint fog bevinni a szervezetébe. És azt gondolom, hogy azt kellene valójában itt is elfogadnunk, hogy itt is legyen egy keretrendszer. Szóval van ma egy olyan szakmai megállapítás, hogy 14 év alatt senkinek nem javasoljuk. Ez nem azt jelenti, hogy megitta, akkor úristen, akkor magas vérnyomás beteg leszel, meghal, szívizom elfajulásod lesz, és így tovább. 14 és 18 éves kor között napi egy doboztól semmi bajod nem történik. Hát utána meg ugye már 18 éves kor után már nem tudunk ilyenfajta keretrendszert megállapítani. De alapvetően itt nem a koffein szerintem a legnagyobb veszély ebbe, hanem a cukor, ami benne van. Hiszen ez megint csak az elhízásról szól, és ugye egyre több cukros üdítőt fogyasztunk. Mert az, hogy most megissza azt a 60-80 mg koffeint egy nap, attól valljuk be, szintén tényleg nem lesz semmi baja, hiszen a tolerálható mennyiség az 400 mg per nap. És ugye vannak mindig ilyen extremitások, nem olyan rég lehetett hallani ugye ezt a miskolci fiatalembert, aki kómába került. Hát szóval, aki ennyire keretsértő, az annak el kell fogadni azt, hogy ennek lehetnek ilyen következményei. Nagyon szépen köszönöm Zahár Gábor toxikológus menti orvosnak, hogy ellátogatott ide hozzánk a reggeli gyors stúdiójába.